Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És kedves testvéreim, ebben a szent misében ajánljuk föl az egyházközséget, az egyházközség családjait, saját magunkat, Szent Annának és Szent Joachimnak. Az egyház hagyományában ők a boldogságos Szűz Máriának a szülei, Jézus Krisztusnak a nagyszülei. Legyenek pártfogói itt ebben az egyházközségben is, ebben a faluban is a nagyszülőknek. Legyenek pártfogói a nagymamáknak és nagypapáknak. Legyenek védői a szülőknek, és legyenek szószólói az unokáknak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltó képpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
atyáink Istenem, Te Szent Joachimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Szent Fiad édesanyja. Kettőjük imájára ad, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Siráf fiának könyvéből. Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi hőseinket, nemzetikeink sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jó tetteit nem felejtjük el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vészel, mert ivadékai és kedvükért még férfiaknak fia is, az isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségünk örökre megmarad, és dicsőségük nem merül felekésben. Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet. Ez az Isten igéje. Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek közülük nem hisznek az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, aranyékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is. Reméltek az Istenben, és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örökös társatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, mert arra kaptok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te uralmad. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne tarts minket kísértésben. Azután így folytatta. Tegyük fel, hogy valamelyiketeknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja, barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kellene föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett áll kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyinkben inkább adja atyátok a szent lelket mindazoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Gyermekkoromban volt nagyanyám szobájában egy, hát meglehetősen borzalmas kép, de hát már úgy stílusában, hát nem volt egy Tiziano, hát fogalmazunk így meg nagyon egyszerűen. Nagyon egyszerű festmény, másolat volt, valamiről azóta se jöttem rá. Szerintem mindenki látott már ilyet, a maguk oltárkép az nem egészen ilyen, mert ugye itt Szent Joachim is látható, de ezen a képen csak Szent Anna volt, amint a gyermek Máriát tanítja imádkozni. Ugye hát ezek az ábrázolások meglehetősen, hát hogy finoman fejezzük ki magunkat, meglehetősen bárgyú ábrázolások, ugye Mária, mint kislány ott áll az édesanyja mellett, és hát ő egy székben ülve tanítja őt imádkozni. De a kép valójában mégiscsak egy minden egyszerűség ellenére egyfajta nagyszerűséget ábrázol. Nem tudom ki, hogy van vele. Engem nem papoknak sikerült megtanítani imádkozni, hanem hát én ilyen családi kötelékekből kifolyóan tanultam meg imádkozni. Nagyanyám azt mondta, hogy apádnak kell megtanítani gyereknek erre a mi atyánkot, és ez így is történt. Aztán a többi imádságot meg édesanyám, meg nagyanyám tanította meg nekem. Tehát amikor én már itt arra mentem, hát akkor azért egy meglehetős, bőséges imádságtárral rendelkeztem. Tehát a mi atyánkon, az üdvözlégyen, a hiszek egyen reggeli esti imádságon,
étkezés előtti imádság, utáni imádságok. Tehát én azért úgy már úgy fölkészült voltam ebbe a dologba. Azért választottam a 17. évközi vasárnapnak ezt az evangéliumát, hiszen itt Jézus az apostolait tanítja meg egy imádságra. Nem, mint hogyha az apostolok nem tudtak volna imádkozni, hiszen hát teljesen normális zsidó emberek lévén egy napban többször is kellett, hogy imádkozzanak. De mégis, látva a mesterüket, valami elindul bennük, és azt mondják neki, hogy taníts meg bennünket imádkozni, mint ahogy János is megtanította a tanítványait, mármint keresztelő János is megtanította a tanítványait. Mert ők azt kérik tőle, hogy egy olyan imádságot mondjon el nekik, ami az övék, ami az ő közösségüknek lesz az imádsága. Hogy ez az imádság az ő együvé tartozásukat fejezze ki. Az elmúlt időben több vasárnapon is, mint ahogy most itt is ilyen kisegítő jelleggel a magyar tengerpartján volt alkalmam szentmisét bemutatni. És hát, hogy ott vannak rendes állandó települések, rendes állandó egyházközséggel, ahova ilyenkor nyáron ugye beszüremkednek akik csak néhány hétig vannak ott esetleg, tehát akik decemberben nem nagyon vannak ott, mondjuk. És hát azért ebben a kissé összekeveredett közösségben előfordul az, hogy ugye ott az állandó egyházközségnek vannak hát ilyen belső szabályok, mint itt gondolom Perbálon is van, hogy ki olvas a misén, meg hogyan állunk föl, meg hogyan térdelünk, meg mit csinálunk, milyen imádságok vannak, és hát minden egyházközségnek azért vannak különböző olyan imádságai, amik bár nincsenek benne a misekönyvben, a liturgiában, mégiscsak hozzátoljuk ezeket valamiképpen általában a szentáldozás után. Vagy hát vannak olyan nagyon speciális énekek, amelyeket például biztosan az idegenek nem biztos, hogy nagyon tudnak, mert hogy az egy egyházközségnek talán a évszázadokra visszanyúló hagyománya. De valamiben, és egy valamiben biztos, hogy megegyezünk, és megegyeztünk ott a Balaton partján is, és megegyezünk abban is, amit a mai vasárnapon Új-Zélandtól Argentinán át, Japánon és New Yorkon keresztül, Rómán és Perbállal befejeződően itt együtt fogunk elimádkozni, ez pedig a mi atyánk. Még lehet, hogy a szentmisének a különböző liturgikus szövegeiben is van különbség ezen a földnevezetű bolygón, ezen a vasárnapon, de egy valamiben biztos, hogy nincsen, még evangélikus, református, baptista is, mondhatnék még néhány más felekezetet is, ahol az Isten tiszteleteken ezt ma el fogják imádkozni, ez pedig a mi atyánk. Az egyháznak az egyik legősibb imádság, és talán nem véletlen, hogy a sok ezer millió, vagy nem tudom mennyi imádság közül, ez az egy az, ami a szentmisében is benne van. Még a második legismertebb imádságunk, az Üdvözlégy Mária sincsen benne a római egyház liturgiájában. De a mi atyánk valószínűleg azért, ahogy nagyon szépen 16. Benedek pápa mondta, hiszen ez az imádság
az ős alapra, Jézus Krisztusra vezethető vissza. És ő tanította meg az apostolainak. Az a helyzet, hogy én sajnos nem voltam még olyan helyzetben, talán paplétemre nem is kell, hogy olyan helyzetben legyek, hogy én valakinek megtanítsak imádságot, de én remélem, hogy itt maguk között sokan vannak olyanok, akik ezt megtették már az életükben. Hát vannak itt, gondolom én, régebb óta fiatalabbak, akik a következő nemzedékeknek átadták az imádságnak a szép hagyományát. Csuda dolog lehet ez, megmondom őszintén, kicsit irigy is vagyok. Mármint arra, hogy ezt magukban ez megvan. Hogy ezt át tudták adni. Hogy az a lehetőségük megvan, hogy ott van egy gyermek, akinek megtaníthatják évszázadok és évezredek imáit. Azt az imádságot, ahogyan Jézus mondta el legelőször például. Valami fantasztikus dolog ez. Azt az imádságot, amit évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül a keresztény nép imádkozott. És azt az imádságot elmondhatják egy gyermeknek, megtaníthatják egy unokának. Legyenek büszkék erre. Kicsit veregessék meg a saját vállukat. Nagyon szép dolog ez. És a fiatal korukban vannak még, ők pedig vegyenek példát erről, hogy majd nekik is egyszer talán megadatik az, hogy másoknak, a gyermekeiknek, vagy az unokáiknak el tudják mondani az egyház ősi fohászai. Gyerekkoromban, hát nem voltam valami jó gyerek, szentmiséken azt szoktam figyelni, hogy ki hogyan imádkozik. Hát aztán voltak szimpatikus imádkozó bácsik, meg nénik, meg voltak nem nagyon szimpatikusak. Nem tudom, hogy mi alapján ítéltem én ezt meg. Annak idején, teológus hallgató koromban láttam még Lékai László bíborost imádkozni, akkor, amikor bejött az esztergomi bazilikába, a szentmiség előtt, és letérdelt a Bakócz kápolnában. Nagyon kedves kép ez nekem mindig magam előtt, ahogy ő ilyen főpaposan, hogy azt mondja, mindenféle cifra ruhában letérdelt, és nem tudtam, hogy mit imádkozik, a mai napig nem tudom, de gondolom én, legalábbis sejtem, hogy mivel akkor már nem kellett elmondani a lépcsőimát, de azért az idősebb papok azt gondolom, hogy ezt még mindig mondták valamiképpen magukban, mindig mondták magukban azokat az imádságokat, amivel fölkészültek a szentmisére. De nekem úgy tűnt, hogy ez a kardinális olyan szépen imádkozik. Vannak szépen imádkozó emberek, akikre, hogyha ránézünk, akkor már nem tudjuk, hogy esetleg mit imádkoznak, de azt látjuk, hogy olyan szépen csinálják ezt. Hogy ilyen nagyon vulgárisan mondja. Hogy olyan kedvesség árad ebből az imádságból. És ehhez még csak félre se kell hajtani valakinek a fejét, és nem is kell elsírnia magát. Szoktam volt mondani, hogy ugye a mi római liturgiánk, vagyis hát ez a szentmisénk, ugye ez egy ilyen nagyon száraz valami. Ugye itt nem kell valójában nagyon, hát nincs nagyon benne érzelem, fogalmazzuk így meg. Nagyon egyszerűen.
Tehát itt nem kell sírni, nem kell nevetni, nem kell örülni, nem kell búslakodni. Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Ez ilyen jogi fogalmak itt mennek. Mint a római jogból lett valójában az egész liturgiának az egész lelkülete. Tehát itt nem kell elájulni, nem kell, tehát itt senkinek nem kell, hogy látomása legyen, semmi nincs, ami misénkben igazából szoktam volt mondani, hát olyan száraz, mint a sivatag. Igaz? Hát fogalmazzuk meg, és akkor még hát hozzávesszük a sáraféle hagyományt, hogy itt aztán komoran kell ülni, akkor az meg úgy, ahogy mondja az egyik történet, hogy miről ismerszik meg a katolikus bácsi meg a néni, hát arról, hogy vasárnapon kimennek a templomból, akkor jó komorak. A templomban meg pláne. Tehát, hogy de hát persze ez oldódik azért. Az én gyerekkoromban azért egy, bár a mi plébánosunk egy határozottan érdekes ember volt, aki hát egyfajta párbeszéddel próbált homíliát vagy prédikációt mondani. De hát ott a bácsik és nénik nem nagyon vették a lapot. Tehát, hogy ott nagyon nem volt mosolygás. Még a szemekben sem. Tehát ott azért nem lehetett, tehát hogyha, mert hogy a liturgiának ugye volt egyfajta nagy-nagy komolysága. Hát persze, hát most mit lehetett volna a prédikáción kívül ugye mondani, hogy minden latinul volt, tehát most az is volt egyfajta fegyelem igazából, hogy ebbe a liturgiába kellett létezni. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy az imádságoknak, és különösen a mi atyánknak az a nagy-nagy ősi volta, az még mindig valamiképpen érezhető. Néha olyan temetéseken, ahol már az emberek a keresztvetésre se nagyon reagálnak, amikor elérkezünk a mi atyánk imádsághoz, ha nem is hangosan, de hát azért azt csak-csak lehet látni néha-néha, hogy ott valami mormolás van. A kultúrkör még valamiképpen beszűrődik, és valami emlék még talán megmaradt. Nem sok már. De ez is valami. Ez az imádság, amire sokan azt mondják, 12 mondatból, vagy 7 kérésből áll, én ezt nem tudom, mert könyvtárnyi könyvek vannak a mi atyánkról. Egy valamit biztosan tudok, hogy most is, amikor ebben a szentmisében elimádkozzuk, akkor bár ugyanazt az imádságot fogjuk mondani, de mindenki valamiképpen másra fogja helyezni a hangsúlyt. Mint ahogy amikor reggel elmondjuk, akkor reggel is máson van a hangsúly, esetleg amikor délben elmondjuk, akkor délben is máson van a hangsúly, meg amikor este elmondjuk, akkor este is másképpen van a hangsúly. Mert mindig talán valamit más kérünk benne, mindig talán valami más van benne kihangsúlyozva. Mert lehet, hogy néha az a fontos, hogy bocsásd meg a vétkeinket, néha pedig az a fontos, hogy szabadíts meg a gonosztól. Néha az van előtérben, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyeret. Néha pedig az kell, hogy előkerüljön, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Mindig más hangsúlyok vannak. Egy 6 éves kisgyereknek más hangsúlyai vannak, mint egy 89 évesnek. Hogy mondta nagyon szépen valaki, nem arra kell figyelni, hogy mit kérünk az Úristentől, hanem talán sokkal jobban arra,
hogy mit ad nekünk. És mindig ad valamit. Sokszor talán nem veszük észre. Mindig ad valamit nekünk. Mindig valamivel meglep bennünket. Mindig meg tud bennünket lepni. Az lenne a nagyszerűség, ezeket a meglepetéseket észre tudnánk venni. Nap mint nap észre tudnánk venni ezeket, az ajándékokat, amiket ad nekünk. És higgyük el, hogy minduntalan adja őket. Jézus megtanítja az apostolait erre az imádságra, nagy utat bejárva az Ószövetségből, természetesen, hiszen egyes kifejezések onnét vannak. Ugyanakkor rábízza erre a közösségre ezt a szöveget, és az egyház megőrizte ezeket a kifejezéseket, megőrizte ezeket a fohászokat. Amikor ebben a szentmisében is elimádkozzuk majd a szent áldozás előtt, akkor gondoljunk arra, hogy mindazok az eleink, akik, azok a vérszerinti ereink, akik ebbe a templomba jártak, az ős perbáliak ugyanúgy elimádkozták ezt az imádságot itt, ezek között, a falak között. Most a búcsónak a napján, a búcsú ünnepen talán különösen fontos ez. Különösen fontos egy olyan világhelyzetben ez, amikor nem nagyon tudjuk valójában, hogy kik is vagyunk, hiszen elfelejtettük a hagyományainkat. Most legalább ezen a liturgián, a mi atyánk imádkozása közben jussanak eszünkbe azok az emberek, akik régen eltávoztak már ebből a világból, és Istent remélhetőleg dicsőítik. A nagy-nagy seregben, a mennyek uralmában. Akik építették ezt a templomot, akik úgy gondolták, hogy Isten dicsőségére, és Szent Annának és Szent Joachimnak a tiszteletére egy szentélyt akarnak állítani itt ebben a közösségben. Gondoljunk rájuk, mindazokra, akik ugyanúgy imádkozták ezt az imádságot, a mi atyánkot, mindazokra, akik ezt nekünk megtanították. Úgy legyen. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden atyában, mennek és a valóságos Istentől.
testvéreim, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve imádkozzunk most mennyei atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás mindig elevenen éljen keresztény családjaink körében. Add meg egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítást. Segítsd a világ népeit, hogy nagy lelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedék testi-lelki jólétéről. Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék, és gondosan neveljék őket. Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartók pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak gyermekeik nevelésére. Ajándékozz a nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket lejjék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre keresztény nevelésükben. Jutalmazd meg a szülők és nagyszülők gondoskodását örök boldogsággal, a gyermekek engedelmességét pedig hosszú élettel. Add, hogy egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segíts megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kazap Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margitot mielőtt közöttük tisztelhessük. Gondviselő Istenünk, te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A boldogságos Szűz Mária szüleinek közbenjárására adja a gyermekeknek példás életű édesapákat és édesanyákat, a szülőknek pedig hálás gyermekeket, Krisztus, a mi Urunk által. Legyen veletek. És a emeljük föl
szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos. Illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Itt szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennünk a kegyelmetből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad. Hogy fölbátorozva tanúság tételük által, az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Urunk által. Ezért önként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Népegyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondok, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhet, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme üdvösségünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amit eljössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked, ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal.
Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Joachimmal és Szent Annával, a Szent Apostolokkal, a dicsőséges mértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Antal és László püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne, aki mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké. Fölbátorodva Krisztusunk szavaival, így merjük megszólítani mennyei atyánkat. Irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert eljött hozzá a hatalom és a dicsőség, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
Én az Isten báránya, én az, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok én, hogy eljövök elé, hanem csak egy szóval szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőle. Kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan az Isten gyermekség lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen.